Gólterápia. Minden csütörtök este 6-tól 8-ig. Kérdések, amiket máshol nem tesznek fel. Válaszok, amiket máshol nem hallasz. Labdarúgás minden mennyiségben. A műsorvezető Rio Rabbit. Olyan edzőkre van szükség, akik ha magyarok is, olyanok, mint a dárdai, akik a fél életüket már leélték külföldön, látták a Bundesligát, látták, hogy az mi a mentalitás, látták, hogy az mi a szellem, és azt a szellemet haza tudják hozni Magyarországra. De nem a, tehát hangsúlyozom, nem az a baj, ha egy edző magyar, az a baj, hogyha egy edző a magyar futball közegben szocializálódott. Az a baj, hogyha egy futballedző az Mezei Gyuri bácsinak az edzőképzéséből került elő. Az a nagy baj, hogyha egy magyar futballedző, az a Magyarországon zajló urambátyám, sógorságom, komaságom világba jól beágyazva hivatkozik arra, hogy ő, mint magyar edző, igenis ugyanazon a szakmai színvonalon áll, ugye ezt már a magyar edzők egyike másika már meg is pendítette, hogy hát szeretné ő látni Mourinho-t meg Guardiolát, hogy a nem tudom én, a Gyirmut 2 edzőpályája, hogy tudnám, mert ott könnyű Barcelonában. Szóval ilyenek hangzanak el a magyar edzők szájából. Azért tettem fel ezt a kérdést, mert múlt héten Puzsi Robert volt a műsorunk vendége, aki azt mondta, hogy az ön által kinevelt edzők hozzá nem értése miatt csökkent le ilyen szinten a magyar futballnak a színvonala. Ön egyetért ezzel, hogy tényleg a magyar edzők tehetnek erről? Én nem tudom, ez a szerencsétlen Puzsért olvasom, itt látom, és sok helyen, hát fogalma nincs a futball, az nem kívánom én ezt kommentálni, hát olyan, mint hogyha most valami olyan témáról kell űrkutatások kezdenék én véleményt mondani, ezt én nem kívánom megtenni. Viszont össze-vissza beszélni persze lehet a futballról, mert azzal meg lehet élni manapság, jól meg lehet élni, el lehet adni a nevemet, de hát a lényeget azt nem érti ez az ember, úgyhogy kár is erről beszélni.